Oldjuk meg a 21-es feladatot. Integrál 3 az x-ediken plusz 1 per x minusz 2-szer 5 az x-ediken dx. Mivel egyenlő? Hát, na végre, jó magam már nagyon vártam ezt a feladatot azért, mert a megelőző 20 feladatban csak a hatványnak az integráját alkalmaztuk, nevezetesen integrál x az n-ediken dx, mivel egyenlő, hát x az n plusz 1-ediken per n plusz 1 plusz c, mondja a szabály, ha az n az nem egyenlő mínusz 1-el. Tehát az előző 20 feladatban csak ezt a szabályt alkalmaztuk, hogyha a hatványfüggvénnyel találkozunk, akkor a kitevőt növeljük egyel, és osztunk is az új kitevővel, ha az n az nem egyenlő mínusz 1. Ugye ennek a bizonyítását megnéztük, hogy ha a jobb oldalát deriváljuk, akkor azt kapjuk, hogy n plusz 1-szer x az n-ediken per n plusz 1, plusz a c-nek a derivátja, c az egy konstans, tehát az 0. N plusz 1-jel egyszerűsítünk, mert az n az nem egyenlő mínusz 1-jel, és akkor visszakapjuk az integrandusban szereplő x az n-ediken. Ezért tudtuk ezt alkalmazni. Na most fölmerül a kérdés, még maradjunk ennél a szabálynál, és utána oldjuk a példánkat, hogy mi van akkor, hogyha az n az mínusz 1. Tehát mi van akkor, ha azt látom, hogy integrál x a mínusz első dx, vagy ugye azt is írhatom, hogy integrál 1 per x dx, és akkor most lehet látni azt, hogy ott is van egy 1 per x, úgyhogy azért kell erről beszélni. Hogy akkor ebben az esetben ezt nem tudjuk integrálni? Nem tudjuk integrálni, csak a kérdést tegyük föl másképp. Tegyük föl úgy a kérdést, hogy mit kell ahhoz deriválnunk, hogy 1 per x-et kapjuk. És hogyha megtanultuk alaposan az elemi függvényeknek a deriváltjait, akkor a válasznak kapásból kell jönni, hogy hoppá, akkor az nem más, mint az ln x. Nyilván ez egy primitív függvény, tehát a megoldás az, hogy ln x plusz c. Tehát abban az esetben, hogyha az n az egyenlő mínusz 1-el, akkor ennyi a válaszunk, hogy integrál x a mínusz első dx az egyenlő ln x plusz c-vel. Na és akkor ezt felhasználva oldjuk meg a 21-es feladatot. Azt látjuk, hogy a zárójelben 3 függvénynek az összege van, illetve a különbsége, akkor első lépésben bontsuk szét a szétbonthatósági szabály értelmében, írjuk le, hogy az integrál 3 az x-ediken dx plusz 1 per x dx, és a harmadiknál a konstans 2-t kiemelve mínusz 2-szer 5 az x-ediken dx, és akkor tagonként tudunk integrálni. Az első és a harmadik, figyelem, az nem hatvány, hanem exponenciális függvény, tehát a kitevőben van a változó, vagyis a fenti szabály az már nem jó, meg kell néznünk, hogy integrál a az x-ediken mivel egyenlő. Tehát megint föltehetjük a kérdést, gondolkozhatunk így, hogy mit kell ahhoz deriválnunk, hogy a az x-ediket kapjunk. Kérem, hogyha az a az x-ediken deriváljuk, akkor azt kapjuk, hogy a az x-ediken szer ln a, vagy szorozva i alapú logaritmus a-val. Tehát pontosan egy ln a szorossal többet kapunk, mint amire nekünk szükségünk van. Tehát az azt jelenti, hogy az a az x-edikennek az integrálja az a az x-ediken per ln a plusz c lesz. Na ezt a szabályt akkor alkalmazva, integrál 3 az x-ediken dx az 3 az x-ediken per ln 3, a második integrál 1 per x dx, az előbb megbeszéltek miatt az ln x lesz, és a harmadiknál pedig a mínusz 2-t leírom, és akkor az 5 az x-edikennek a deriváltja 5 az x-ediken per ln 5, és ez egy primitív függvény, a plusz c miatt lesz határozatlan integrál. És akkor ezzel a 21-es példát meg is oldottuk, megbeszéltük az első példák elején, mondtam, hogy nem fogjuk ellenőrzésképpen deriválni, de most tegyük ezt meg. A kapott eredményt, azt nézzük meg, hogy ennek mi lesz az első deriváltja. Hát deriválni összeget tagonként fogunk, tehát 3 az x-ediken per ln 3-mal kezdjük azt a per ln 3-at, azt emeljük már ki, ezért azt írom, hogy 1 per ln 3, ez konstans, és csak a maradékot, magyarul csak azt, hogy 3 az x-ediken, azt kell nekem deriválni. 3 az x-edikennek a deriváltja, mivel a az x-edikennek a deriváltja a az x-ediken szer ln a, ezért ez 3 az x-ediken szer ln 3 plusz, ln x-nek a deriváltja 1 per x, ezt gyorsan leírom, és a harmadik tagnál pedig hasonlóan az elsőhöz, mínusz 2-szer, vagy mínusz 2 per ln 5, szorozva 5 az x-ediken szorozva ln 5-tel.
És akkor nézzük meg, mit tudunk egyszerűsíteni. Hát van egy i alapú logaritmus 3-unk, meg van egy 1 per i alapú logaritmus 3, akkor ezzel tudunk egyszerűsíteni, akár csak az ln 5-tel. És akkor mi marad? 3 az x-ediken plusz 1 per x, mínusz 2-szer 5 az x-ediken. Ez pedig pontosan a kiinduló példának az integrandusa. Ezzel kérem megoldottuk és ellenőriztük is a 21-es feladatot.